2019-es Győri Ifjúsági Konferencián. Nagyon remélem, hogy mindenkinek jó volt az útja, ahol ide értetek. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én már nagyon-nagyon vártam ezt a hétvégét. És szerintem elmondhatom ezt így az egész Győri Ifjúság nevében, hogy már nagyon-nagyon vártam. Rengeteget szerveztük, beszélgettünk, imádkoztunk, kerestük Istennek az akaratát, hogy valahogyan is nézzen ki ez a hétvége. Talán nem lesz minden tökéletes, de kérlek ezt nézzétek el nekünk. Nem tudom, hogy ti bennetek milyen gondolatok indultak el, amikor megláttátok itt a konfinak a címét, kezdetben az életet. És nem szeretnék abban nagyon belemenni, hogy nekem mit is jelent ez pontosan, de kívánom nektek azt, tényleg szívemből, hogy kapjatok válaszokat. Kapjatok válaszokat a kérdéseitekre, hogy az amit megfogalmaztatok magatokban, amire kíváncsiak vagytok, azok tényleg úgy tudjatok elmenni, hogy kaptatok valamit. És most itt szeretnék az elején egyet imádkozni, szeretném egy imával megnyitni ezt a konferenciát. Drága mennyi atyám, köszönöm te neked ezt a hétvégét. Köszönöm azt, hogy te itt leszel, hogy te végig velünk leszel. És kérlek, te áld meg ezt a konferenciát, te add meg azt, hogy ha tudjunk te veled kapcsolatba kerülni, ha tudjuk te veled közelségbe kerülni. Amen. Amen. Nagyon fontos, aki még nem regisztrált be, az kérlek, nem most, de az alkalom végén, hogy holnap reggel tegyétek meg ezt, ugyanis ott fogjátok megkapni az ebédjegyeteket, közösen fogunk majd átvenni a kristályétterembe, ott fogjuk elfogyasztani ezt, és ezt a regisztrációnál kapjátok meg az elszükséges jegyet. Ami még nagyon fontos, hogyha bárkinek bármi problémája van a szállással, az kérlek Lilit és Rékát keresétek, hol vagytok, álljátok fel, hogy őket tudjátok keresni a szállás problémák vannak. Ha bárkinek egészségügyi problémái vannak, Eszter ott van hátul, őt keresétek. Ha valaki szeretne egy imád kérni, szeretné azt, hogy imádkozzunk ő érte, akkor Peti fogja ezt így össze, őt lehet keresni bármilyen ilyen ima kéréssel. És egyébként, hogyha bármi szeretnétek megtudni, jól nézzetek meg, vagyunk egy pár győri ifjúspólóba, ma még könnyű, ma még megtalálhatók, holnaptól már mi is másba leszünk, nem lehet. Szóval minket is tőle bátran kérdezzetek, és akkor igyekszünk válaszolni a kérdéseitekre. Jó! Szeretném azt, hogy játszunk egy nagyon picit. Mindenki felállna. És az a kérdésem, hogy aki nekem balra van, mit csinálsz? Na, ti menjetek át majd ide a jobb oldalra, és három embernek mutatkozhatok be. Hol csinálnak? Hol nincsetetek? És mivel vagy mivel szeretnétek majd foglalkozni? Szeretném ennek titeket felhívni arra, hogy a mai és a holnapi nap folyamán fut még egy játék. És ha mindenki ilyen csendes ürökkel hagyhatom, nem jó, hogy a hallgatók beszél. Sokat tudnának. Alakul lassan. Jó, szóval köszönöm. A hétvége folyamán még futni fog egy játékunk. Nekem itt jobbra, itt kint van egy nagy tábla, ami teli van rajzokkal. Ezek ilyen mém rajzok. Itt igazából bárki bármilyen képhez írhat egy vicces, általam kreált mémet. És ezt szombat este folyamán mindenik képre külön-külön-külön díjazni fogjuk. És majd a díjazottak között is jól értettem. Azon között is lesz egy győztes. Jó? Tehát aki szeretne ebben részt venni, semmi más dolga nincsen, mint kimegy, nekem jobb oldalt, leírja a saját kis vicces mémjét,
és a hátoldalára jelzi a nevét, hogy utána tudjuk, hogy kitől is jött ez a remek ötlet. Köszönjük. Jó, akkor ma este folyamán Halász Attila lesz az előadó. Ki az, aki nem ismeri Attilát? Wow, majdnem mindenki. Aki mégse ismerné, azoknak szeretném elmondani azt, hogy Attila feleségével érkezett Szentendréről. Az elmúlt egy évet Ukrajnában töltötték, ahol ilyen napközis gyermekprogramot indítottak be. És a ma este tanításának a címe Manipulált hétköznapok. Ha végig gondoljuk, rengeteg minden valami befolyásol bennünket, amik elvonják a mi figyelmünket a ténylegesen fontos dolgokról. És Ati majd erről fog bővebben beszélni, mint én. Szeretném kérni a dicsőítő csapatot, hogy gyertek előre. Énekelni fogunk néhány éneket, mielőtt Attila átadja azt az üzenetet, amit az Úr az ő szívére helyezett. Hogy dicsőítő csapatot kérem, hogy gyertek előre. Megköszöntünk mindenkit. Örülünk neki, hogy itt lehetünk köztetek. Mi így félig, meddig többnyire igazából mindegyben a Budapesti-re szoktunk járni, és amúgy, hogyha a Pesten tanultak majd egyszer, akkor biztatunk titeket, hogy ti is járjátok Budapesti-re, mert nagyon király és nagyon jó. Bocsánat, Kábel. És azt szeretném nektek elmondani, hogy nagyon örülünk neki, hogy eljöhettünk, és igazából én azt tudom, hogy mit várok ettől a konferenciától. Amikor tavaly jöttünk, akkor igazából ilyen, hát nem tudom, arra számítottam, hogy hát jó, egy konferencia, és akkor szombat este biztos legalább egy ember megtér. Aztán az Isten jól megszégyenített, és így csak úgy özönlettek az emberek azért, hogy megvallják a bűneiket. Szóval nem tudom, hogy idén mi lesz, de abban biztos vagyok, hogy az Isten itt lesz köztünk, és megáldja ezt az alkalmat. Úgyhogy már ha csak a tavalyra nézünk, vagy hogyha így idén előre, akkor van miért dicsérni, és van miért magasztalni. Hozzátálljon minden hálat, hozzátálljon minden szó, egyedül csak te vagy méltó, nincsen senki hozzád fog. Thank you.
Thank you.
kérdésem, amit talán Dávid is már megfogalmazott, hogy ki mit vár ettől a hétvégétől. Lehet, hogy nagyon szeretnétek feltöltődni, lehet, hogy csak azért jöttetek, hogy kikapcsolódjatok, lehet, hogy nem volt jobb dolgotok erre a hétvégén, és azt mondtátok, hogy akkor utazzunk a Győrben, szép város, jó emberek vannak, miért nem. De tudjátok, ennek a hétvégének nem csak ez a lényege, hanem az is, hogy Istennel találkozzunk. Sőt, én bízom benne, hogy valamennyien azért jöttetek el elsősorban, hogy Istennel találkozzatok. Mert hogyha csak azért jöttünk volna le, hogy egy jót bulizzunk, énekeljünk, dicsérjük Isten, az is egy nagyon jó dolog. De tudjátok, hogyha ezekben nincsen benne a vágyom a szívünkben, hogy mi akarunk vele találkozni, akkor ez csak egy jó hétvége lesz és ennyi. De hogyha úgy vagytok itt ma este, a péntek esték mindig a legnehezebbek szerintem egy konferencián, mert mindannyian fáradtak vagytok, aludnátok, ismerkednétek, beszélgetnétek, lehet, hogy bármi más csinálnátok, mint hogy most engem hallgassatok, de ígérem, nem leszek hosszú. Aki engem ismer, az tudja, hogy én nem vagyok az egy másfél két órás igehirdető, úgyhogy ennyit legalább megnyugtatlak benneteket, hogy ettől nem kell tartanatok. Viszont szeretnék egy-két dolgot nagyon-nagyon szívetekre helyezni. Szeretném most legelőször imádkozni azért, hogy Isten áldja meg ezt a mai estét, ami számunkra, legyetek ti is áldottak és nyitottak, úgyhogy ha benne vagytok, akkor most fogok imádkozni, és utána pedig belecsapunk Istennek az igényébe. Mindenható Isten, én nagyon köszönöm neked azt, hogy te egy élő úr vagy. Köszönöm azt, hogy azért lehetünk ma este itt, mert te hívtál bennünket össze, Atyám. Én nagyon köszönöm neked azt a lehetőséget, hogy ennyi fiatal egy helyen lehet, és te igényed köré gyűlhet. Atyám, kérlek téged, hogy szólj a tégéden keresztül hozzánk, formálj bennünket, változtass bennünket, Istenem, és hogyha kell, akkor tényleg olyan dolgokat le tudjunk tenni már ma este is, amik, Atyám, nem ide valók. Kérlek téged így a tégéden keresztül éríts meg bennünket. Amen. Nem tudom, ki az, akinél van Biblia. Van valakinél Biblia? Na, azért van néhányatoknál ez király. Ez egy jó dolog, mert ma este több igét is fogunk olvasni. Igaz, többire ki is lesznek vetítve, úgyhogy ott is fogjátok tudni követni, de hogyha szeretnétek, akkor a saját Bibliátokon is tudjátok ezt olvasni. A legelső igét, amit ma este hoztam, és ezt szeretném így az alapigének erre a ma estére, az a Máté evangéliumában található, Máté 7, 15. versétől fogjuk ezt olvasni, és ki is van írva, amit látjátok, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Ezt még egyszer felolvasom, óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik juhok ruhájába jönnek közétek, belül ragadozó farkasok. A mai világban a manipuláció az hihetetlen módon jelen van. Hogyha bármerre jártok, folyamatosan manipulálva vagytok a hétköznapokban. Ez nem feltétlenül egy rossz dolog, mert a manipuláció az azt jelenti szó szerint, hogy befolyásolás. Manipuláció szó jelentése a befolyásolás. És ma bármerre megyünk, folyamatosan befolyás alatt vagyunk. Elmegyünk egy autós boltba, vagy csak úgy ülünk az autóban, táblákon folyamatosan különböző feliratokat látunk, vedd meg ezt, térj be hozzánk, legyél a vendégünk, egyél nálunk, vedd meg ezt a telefont, ezt a ruhát, stb. Stb. Folyamatosan manipulálva vagyunk, befolyás alatt vagyunk. És tudjátok, az nagyon-nagyon fontos, hogy a ti életetekben milyen befolyásokat engedtek meg. Nem tudom, hogy ti kinek a befolyása alatt szerettek lenni. Valamennyien még szerintem többnyire szülőkkel éltek, olyan 70-80%-ban, ha nem költöztetek el akár kollégiumba. De otthon is befolyás alatt vagytok, nem? Azért, hogyha elmentek valahova, kell szólni apának, anyának, hogy hát igen, most elmegyünk Győrbe például. Akkor ők elmondják, hogy jó, oké, de ezzel is ezzel a vonattal érdemes menni, ezt is ezt érdemes ott megnézni, vigyázz, hogy kinek az autójával jössz be, mit hallgatsz meg, stb. Stb. Szóval a szülők által is már befolyás alatt vagytok. És ez egy jó befolyás, mert ők szeretnek benneteket. De tudjátok, a világban rengeteg, rengeteg olyan befolyás van, ami viszont nincs jó hatással rátok. És nem tudom, hogy ti ebben mennyire gondoltatok bele, mert az, hogy a világ folyamatosan azt tolja ránk, hogy csatlakozz hozzánk, lépj be mi szervezetünkhöz, legyél zászlóvivője a mi csapatunknak, a mi egyesületünknek, a mi alapítványunknak, gyere és dolgozz itt,
nálunk, vagy vásárolj nálunk, hiszen nálunk a legjobbak, a legszebbek a dolgok, és még sorolhatnám, hogy mennyi minden befolyásol bennünket. De tudjátok, az évszázadok során még soha, de soha senki nem befolyásolta annyira az embereket, mint Jézus Krisztus. És elteltek évek, évszázadok, és Jézus még ma is hatással van az emberekre. Győrben az egyik legnagyobb cég és vállalat az Audi, ezt valószínűleg sokan tudjátok. És ha meglátok egy ilyen logót, akkor valószínűleg nagyon sok minden végigfut az agyatokon, nem? Hogy kényelem, biztonság, gazdagság, jólét, menőautó. Szóval nagyon sok minden egy jeltől végigfut az agyatokon. És nem tudom, hogy mit szóltok akkor, amikor megláttok például egy Bibliát. Elavult, unalmas, boros. Azt sem tudom, hogy melyik könyv hol található. Van benne olyan, hogy Habakuk. Ugye ez egy ilyen vicces szó, nem? És közben ez benne van a Bibliában. És nagyon sok minden eszetekbe juthat a Bibliáról. És tudjátok, az a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ti ezt hova teszitek. Mármint nem magát a Bibliát, hanem az, ami ebben benne van. Mert az életben rengeteg minden befolyásolhat bennünket. Az interneten keresztül, a tévén keresztül, az újságokban, az iskolában, munkahelyen, barátok által. És a kérdés az, hogy te hogyan tudsz ebben megállni. Amit felolvastam legelőször igét, úgyhogy azt olvassuk, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik jók ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Tudjátok, nagyon sok mindent próbálnak nektek eladni. És mivel fiatalok vagytok, ezért még nagyon-nagyon fogékonyak vagytok nagyon sok mindenre, és ez egy jó dolog. Mert most még bennetek van a tanulási vágy, bennetek azt mondja, van az, hogy kutassatok valami után, hogy minél többet megtudjatok dolgokról, valószínűleg ezt is szeretitek is csinálni, és ezt nagyon kihasználják rengetegen. Akár csak egy egyszerű példa, hogy az interneten feljön egy csomó ablak, és kattints rá, vásárolj nálunk, legyél a mi partnerünk. És egyből, ahogy felugrik egy kis hirdetés és rákattintasz, lehet, hogy nem is tudod, hogy milyen dolgokat engedsz be az életedbe. Vagy nem tudod, hogy például mikor, mivel alkotsz meg sokszor. És ez csak azért lehetséges, mert lehet, hogy nem tudod, hogy pontosan mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. Mert ma az igazság az nagyon sokszor el van felvítve. És nagyon próbálják ma az igazságot úgy beállítani, hogy az lehet innen is nézve jó, meg lehet onnan is nézve jó. Ha most leülnék valakivel beszélgetni négy szem közt, akkor egy bizonyos témáról lehet, hogy teljesen különböző véleményük lenne, és azt mondják, hogy is neked is igazad van, meg nekem is igazam van. És rengeteg ilyen dolog van az életben, ami ez így van. De higgyetek el, hogy Istennek az igényével kapcsolatban az nincs így. Istennek az igéje az csak fekete vagy fehér. Az igen vagy nem. És nagyon sokan, még keresztények is próbálják azt mondani, hogy jó, de azért van egy csomó kiskapu, amin én még azért túlmehetek. És tudjátok, ez az, amikor azt látjuk, hogy igen, te próbálsz valami jó irányba elmenni, és közben kiderül, hogy teljesen mellé mész el azért, mert nem tudod, hogy mi az igaz igazság. És Jézus Krisztus nem azért volt befolyással az emberekre, mert valami hihetetlenül jó motivációs tréner volt, vagy valami nagyon jó szókincse volt, hanem azért, mert az igazságot hirdette az embereknek. És az igazság az életeket formálhat, még ma is. Nem tudom, hogy ki az, aki most úgy van itt, hogy szeretné, hogy az ő élete megváltozzon. Van itt közöttetek olyan valaki? Most nem muszáj feltett a kezedet, mert lehet, hogy köszönöm, de azért van itt valaki. De tudjátok, egy ilyen hétvégének, egy ilyen konferenciának az a lényege, hogy változzatok. Változzatok valamilyen irányban. Mozduljatok előre. Mert az a sok munka, amit itt Dávidék beletettek ebbe a hétvégébe, és a csapat, akik ezt megszervezték, nekik ez lehet, hogy egy évig betelt. Hogy ennek az a konferenciának vége, és már kezdik a következő évi konferenciát szervezni azért, hogy te ma tudj enni, legyen szállásod, érezd jól magad. És tudjátok, ha te ide eljössz, és csak úgy vagy itt, hogy minden happy, az egy dolog. Amikor úgy vagy itt, hogy te szeretnéd, hogy az életed megváltozzon Jézus Krisztusban, akkor valami fantasztikus dolog tud ebből kijönni. És manapság rengeteg hamis dologgal próbálnak bennünket manipulálni. Egy jó marketinges egy üres cipős dobozt
elad neked 20-30 ezer forintért, mert azt hiszed, hogy ezzel valami csoda tevő doboz, nem? Találkoztatok meg igazán jó marketingesekkel? Nekem az egyik barátom marketinges, és mondta, hogy most egy olyan gélen dolgoznak az eladásán, ami ilyen táplálék kiegészítő, és hihetetlenül rossz íze van. Valószínűleg senkinek nem kellene, de mivel ma ez annyira trendi, és annyira meg lehet ezt a vonalat lovagolni, hogy egy jól kinéző kis dobozkában ellenjezve egy fura gél 3-4-5-600 forintokért el lehet adni. És vagy segít, vagy nem, de most ez olyan trendi. És ezáltal is mi manipulálva vagyunk. Persze ezek fontos dolgok, meg kellene sokszor az embereknek, de mit engedsz be az életbe? Azt gondoljuk, hogy a manipuláció az egy valami, jaj, hát engem azért annyira könnyen nem lehet manipulálni, nem? De ha belegondolsz, hogy milyen ruha van rajtad, hogyan öltözködsz, mik azok a márkák, amiket te szeretsz vásárolni, ez is mind arra van, hogy manipulálva vagyunk. Mert elvárást támasztanak felénk. Akár az osztálytársaink, akár az iskolában, hogy mit veszel fel, hogyan öltözködsz, mik azok a dolgok, amik körülvesznek téged, ez mind-mind fontos, de Istennél van ennél sokkal fontosabb. Példabeszélek 4.23-ban azt olvasok, hogy minden féltőző dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Most már kezdünk belemenni abba, hogy mit is jelent manipuláció elleni küzdelem. Minden féltőző dolognál jobban óvd a szívedet, mert onnan indul ki az élet. Ne engedd, hogy a szívedre rossz dolgok legyenek hatással. Tudod, nagyon fontos az, hogy megválogasd, hogy mit nézel. Mert a szemed az első dolog, amivel hatnak rád. A szemed az, amit elé tesznek, látsz valamit, akkor te elmondod, hogy az jó vagy rossz. És azért nagyon fontos, hogy megválogasd, hogy mit nézel. Akár filmet, akár képregényt, akár képeket, bármi, amit nézel, az válogasd meg, mert hatással van az életed. És lehet, hogy azt gondolod, hogy jaj, ezt csak egy pillanat erejéig néztem meg, és kattintottam arra, de már ki is x-eltem, de mégis hatással van rád. Vagy például nagyon fontos, hogy szabadidődben mit csinálsz. Mivel töltöd a szabadidődet? Facebookozással végigpörgeted állandóan a telefon, vagy valami értelmes dolgot is bele tudsz vinni az életedbe. Mert ha céltudatosan élsz, hogyha vannak céljaid az életben, akkor higgyétek el, hogy ez, amit olvastunk, hogy minden féltőző dolognál jobban ott a szívedet, mert onnan indul ki az élet, akkor a szíved belsejéből olyan dolgok fognak felfakadni, amik azt mondod, hogy igen, vágyok arra, hogy találkozzak Istennel. Vágyunk arra, hogy olvassam Istennek az igéjét, a Bibliát. Vágyunk arra, hogy megtudjam, hogy mit akar nekem üzenni ma Isten az ő igényén keresztül. Ki az, aki azt mondta, vagy azt tudja mondani, hogy ma, vagy az elmúlt héten a Bibliából kapott üzenetet? Ami úgy igazán megérintette őt. Azért vagytok néhány, ez egy nagyon jó dolog. Mert tudjátok, nagyon sokan úgy gondolkodnak a Bibliáról, hogy az egy elavult, régi dolog. De a Biblia az ma is szól hozzánk. És ma is befolyással lehet a mi életünkre. Ez a fajta befolyás, ez egy jó befolyás. És tudod, nem mindegy, hogy te mibe viszel bele másokat. Mert ahogyan te élsz, az példát ad nagyon sok embernek. És lehet azt gondolod, hogy de hát nekem nincsen az Instagramon 60 ezer követő, hogyan lennék én befolyással emberekre? De tudod, az, ahogyan te viselkedsz az iskolában, a munkahelyeden, az osztálytársaid között, azzal te befolyásolhatod őket. És nem mindegy, hogy mit látnak rajtad. Nem mindegy, hogy mondjuk elhívod-e őket magatokhoz haza, valami házi buliba, és részegre isszátok magatokat, mert ez nem egy jó példaadás. Vagy ha eljöttök mondjuk egy konfira, akkor hogyan beszéltek egymással, hogyan viselkedtek egymással, mert ez mind-mind befolyásol benneteket. És tudjátok, ezért nagyon-nagyon érdekes az, hogy a keresztény világban, keresztény fiatalok is hogyan befolyásolhatják egymást. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy befolyással csak a világ lehet ránk. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy hát persze, ez egy jó dolog, hogy a világban élünk, de ez egy olyan lúzer dolog, hogy én keresztény vagyok, és kinéznek engem,
az emberén viszem magammal a kis Bibliámat, meg néha imádkozom evés előtt, tehát súlyomban persze sose szoktam, mert hát ez több ciki, meg hát csak bekapom azt a kis szendvicsemet, tehát ez nem egy olyan dolog, hogy most ott nekem le kéne térdelni, felemet kézzel imádkozni, mert ez fújt, hogy kinéznek engem. De tudjátok, Istent felvállalni az egy fantasztikus dolog. Mert ha Istent felvállalod, akkor valami olyan befolyással lehetsz az emberekre, a környezetedben, amit te nem is gondolsz. És olyan dolgokat tudsz előtetni az emberek életében, amit te lehet, hogy nem is gondolsz. Szentendrén egy ifjúsági központban dolgozunk, itt néhányan itt vannak srácok is, akikkel együtt dolgozunk ott, és ha valaki bejön, nem csapja őt arcul az, hogy ez egy keresztény hely. De mégis, amikor leülnek velük beszélgetni, rendelnek egy kávét, pingpongozunk velük, csocsózunk velük, akkor észreveszik, hogy nem káromkodunk. Nem szolgálunk ki alkoholt. Ha valaki cigizzik ott kint, akkor őket is megkérjük, hogy nagyon picit, légy szíves, menjetek távolabb, nagyon szeretünk benneteket, de itt az a szabály, hogy nem lehet. És utána ezek a srácok visszajönnek, és megkérdezik, hogy ti miért nem küldtök el bennünket a máshova. És egyszerűen csak azt tudnék mondani, azért, mert szerettünk benneteket. Mert Jézus Krisztus által, aki bennünk van, nem tudunk más tenni, egyszerűen csak szeretni az embereket. És tudjátok, ez a legnagyobb dolog, amikor ilyen befolyással lehetsz a környezetedre, amikor látják rajtad a cselekedeteink keresztül, hogy igen, te mennyire szereted őket. És nem tudom, hogy most itt, akik együtt vagytok, valószínűleg azért a többségetek valamennyi gyülekezetből jöttetek. És az elmúlt időszakban hányszor hívtátok össze az ifiteket, vagy a baráti körötöket azért, hogy együtt imádkozzatok? Hányszor hívtátok őket mondjuk össze egy jó mozizásra? Vagy hányszor hirdettetek egymás között mondjuk böjtöt, vagy ima alkalmat? Azért, hogy mondjuk az ifitek, vagy a gyülekezetetek élete előre mozduljon. Vagy hányszor hívtátok össze a srácokat mondjuk egy jó foci meccsre? Nem tudom, hogy érzitek-e a különbséget a két-három dolog közül. Mert talán egy focira sokkal könnyebben összeverődünk, vagy körbeírunk, és hú, az tök király, persze megyek. Hú, srácok, lenne kedvetek valakinek este 6-kor imádkozni? Cirit-cirit. Nem? Focinál már sokszor vissza kell mondani embereket, mondjuk Szentendrén és Tomi ennek nagy hírvívője, és néha már vissza kell mondani, bocs, ma már meg vagyunk, nem lehet többen jönni. De kíváncsi vagyok, amikor összehívnánk mondjuk srácokat, azért figyeljetek, akkor holnap ugyanebben az időben imádkozni fogunk. Na, van valakinek kedve? Még mindig van hely, még csak ketten vagyunk. Itt nem lehet túl sokan lenni. Nem? Erre valahogy sokkal nehezebben dobban rám a szív. Azért, mert a világból ilyen befolyások jönnek, hogy az egészséges életmód az nagyon fontos. A sport az hihetetlenül fontos. Istennek az igéje az nagyon jó, de vasárnap a gyülekezetben, onnan már nem muszáj kivinni, mert hát azért az már mégiscsak ciki, mert hát most vegyek fel egy olyan pólót, hogy Jézus szeret, hát megdobálnak a 4-es metró, meg hát most nehogy már tök ciki, hogy Jézus szeret, hát persze mindenki szeret mindenkit, tehát most nem akarom ezt, hogy a hétköznapokban, hogy kivinni nekem megvan a kis hitem, vasárnap is ennyi bőven elég. Mert ez van ránk tolva a világból, hogy a kereszténység az egy lúzer dolog. Ki az, aki azt gondolja, hogy a kereszténység az egy menő dolog? Hú, király! Mondjuk valószínűleg ezért vagytok itt ifi konfibert, mert ezt így gondoljátok. De milyen jó lenne, hogyha mondjuk hazamennénk, és hazamennétek, és ezt mondjuk átültetnétek a környezetetekbe is, hogy a kereszténység az egy jó dolog. A kereszténység az megváltoztatja az életemet. Ismerek egy srácot, nagyon elhízott volt, és beszélgetett egy trénerrel, aki nagyon motiváló volt az ő életében, és azt mondta, hogy fú, az én életem itt most megváltozott teljesen. És köszönöm, hogy bevezettél engem ebbe, elkezdett járni edzésre, az ő étrendjét megváltoztatta, az élet módját, a gondolkodását, nem iszik alkoholt, nem dohányzik, és egy teljesen nagy átalakuláson ment véghez az ő teste. És tudjátok, egy tréner ilyen befolyással van egy fiatal srácnak az életére, és azt mondta, hogy igen, neki ez kell, hogy az ő élete megváltozzon. És tudjátok, Jézus Krisztus ugyanezt kínálja föl. Lehet, hogy nem edzőtermekben,
lehet, hogy nem az egészséges életmódban, viszont higgyétek el, hogy az életetekben olyan változásokat tud hozni Jézus Krisztus, ami életformáló teljesen. Zsidókhoz írt levélben olvashatjuk azt, hogy mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétívű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a belülük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Mert Isten igéje élő és ható. Nem tudom, hogy milyen dolgok vannak az életedben hatással, de Isten igéje az hatással lehet a te életedre. Ha megnézzünk egy filmet, az hatással van rá. Ha megnézzünk egy kis videót, az hatással van rá. Nem tudom, hogy ki az, aki az idejének egy nagy részét, mondjuk vicces videó nézegetésével tölti. Van itt azért olyan ember? Na azért, szerintem vagytok egy páran. Na, ennyi csak. Köszönöm. És milyen jó lenne, hogyha mondjuk azt az időt, amit ilyen vicces videók nézegetésével töltünk, mondjuk Isten igényének a memorizálásával tölteni. Teljesen megváltozna a mi gondolkodásunk. Teljesen megváltozna a hozzáállásunk az emberekhez. Nem tudom, hogy mi az, ami motivál benneteket, de tudjátok, Isten igéje az hihetetlen módon tud bennünket motiválni. Lehet, hogy azt mondjuk sokszor, hogy nagyon nehéz olvasni Istennek az igéjét. Én ezt aláírom. Nekem is nagyon nehéz sokszor időt töltenem úgy, hogy tartalmas idő legyen Istennel. De tudjátok, hogy az életetekben valami rendszert beleköztek, és azt mondjátok, hogy igen, én szeretném azt, hogy Isten szóljon hozzám, és befolyással legyen az én életemre, akkor azokat a dolgokat, amik az interneten keresztül érnek engem, azok a dolgok, amik mondjuk a telefonomon keresztül érnek engem, ezeket félre tudom tenni, és azt mondom, hogy nem. Én nem e felé akarok menni, hanem van ennél sokkal, de sokkal befolyásoló tényező az életem, azt én nem más, mint Istennek az igéje. És lehet azt gondoljuk, hogy de hát hagyjuk már végén Istennek az igéjét, mondj valami mást. De egyszerűen nem tudok más mondani, mert az életedet Isten tudja megváltoztatni. A te életedre leginkább Isten lehet hatással. Viszont ti, akik most itt vagytok, nektek óriási felelősségetek van, hogyha keresztény életet akartok élni, akkor azt hogyan éljétek? Ma hihetetlenül hangzatos és nagyon jó dolgok vannak abban, hogy keresztény értékrend. A keresztény értékrend az nagyon fontos. De van ennél sokkal fontosabb. Az élő keresztény élet. Ennek nem keresztény értékrendet kell teremtenünk, hanem élő keresztény életet kell élnünk. És higgyetek el, hogyha élő keresztény életet éltek, akkor az hatással lesz a környezetetekre. Akkor nem fognak kiürülni a templomok, akkor nem fognak az ifik csökkenni, akkor nem az lesz, hogy az iskolában ciki vagy szégyen azt csinálni, hogy igen, én keresztény vagyok, én ezt örömmel felvállalom, mert akkor azt fogják mondani, hogy igen, nekem ez kell. Mert magányos vagyok, mert egyedül vagyok, mert depressziós vagyok, mert függőségeim vannak, amikről nem tudok lemondani, küzdök dolgokkal, de senki nem hallgat meg. És itt azt mondja Istennek az igéje, mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétvállásáig, ez csak a test, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Mert amit te már a szívedben eldöntesz, hogy mit fogsz csinálni, az vagy bűnre visz, ami nem jó, vagy pedig elindít egy olyan folyamatot az életedben, ami áldássá válik a számodra. És tudjátok, nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy beengedek egy kis gonoszságot, egy kis bűnt az életembe, de az nem olyan nagy, és azt én ott melengedhetem, és az úgy bennem lehet, és úgy féltve őrizgetem, akár évekig, évtizedekig, nem tud róla senki, de az én kis bűnöm, az én kis titkom, az nekem kell, az nekem jár. És közben felemelt kézzel dicsőítek, közben levezetek alkalmakat, közben bátorítok embereket, hogy menjünk és evangélizáljunk, de közben nincs meg bennem az, hogy atyám, az én életemet te változtasd meg teljesen. Mert a szív gondolatait is ismeri Isten, és az ő szándékait is. Ismeri a te szándékodat is Isten. És nem mindegy, hogy te hogyan élsz és hogyan gondolkozol.
Most itt nekünk, nekem bármit mondhatsz magadról, mert én nem ismerlek titeket többnyire személyesen. És mutathatok egy nagyon jó arcot, hogy igen, én ilyen vagyok, hú, minden happy, minden király, tök jól érzem magam, nekem nem kell bűrendezés, az én életemben minden a legjobb, engem nem érdekel semmi, én szeretem az Urat, én szeretem őt dicsőíteni. De amikor hazamész a kis szobádba, akkor mit csinálsz? Amikor elmész az iskolába, akkor milyen dolgok vannak az, amik neked nehézségek? Mi az, amivel küzdesz? Mert tudod, az ott indult el, hogy valamit beengedtél az életedbe. És hogyha valami olyan dolgot engedtél be az életedbe, ami nem jó, akkor a szívednek a szándéka sem lesz jó. És nagyon sokszor azt hihetjük, hogy hát ez hülyeség, ez marhaság. Hát jó, egyszer történt, megtörtént, kész. Csak tudjátok, amikor ilyen kis lépésekkel egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre megyünk, akkor utána már nagyon nehéz onnan kijönni. Van olyan egyház, ahol azt kell csinálni időnként, hogy elmennek egy ilyen kis zárt szobába, és elmondják a fal másik oldalán levő úri embernek, hogy ők miben vétkeztek. És tudjátok, mi ezt nagyon sokszor nem tudjuk elmondani, még Istennek sem. Mert azt hiszük, hogy ez olyan jó kis titok az én életemben. Erről Isten nem tud. De itt azt írja Istennek az igéje, hogy Isten megítéli a szív gondolatait és szándékait. Isten tudja, hogy te mit gondolsz, és mi a te szándékod. És ha te szándékaid jók, akkor Isten azt látja, hogy igen, ez egy jó dolog. Ennek örülök. De amikor azt látja, hogy a te szívedben olyan dolgokat rejtegetsz, amit már rég le kellene tenni, akkor az nem olyan jó. Akkor Istennek nem biztos, hogy ez tetszik. Sőt, ez egyáltalán nem tetszik. És itt van ez, hogy óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik jó ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. És tudjátok, nagyon sokszor keresztényként is megengedünk magunknak olyan dolgot, hogy figyelj, ez még teljesen jó, ez még tökre belefér. Hát ilyeneket még mi csinálhatunk, hiszen ugyanezt csináljuk világban, de most nincs az, kicsit árnyaltabb ez a buli, de azért nekünk is kell még van, nem? Nem. Mert ez már hamis dolog. Ez már nem jó, ez már nem tetszik Istennek. Istennek azt tetszik, amikor a te szíved szándéka az olyan, hogy igen, ez fethetetlen. Ez teljesen tiszta. Nem tudom, hogyha te a boltba bemész, és mondjuk akarsz vásárolni magadnak egy könyvet. Tudom, manapság már nem úgy sűrű vásárolni könyveket. De tegyük föl, ez egy fikció, tegyük föl, hogy elmentek könyvet vásárolni. És egy olyan könyvet nyitsz ki, ami már kicsit tépett, kicsit firkás, és rá van írva, hogy ez 25 000 forint. De téged nagyon érdekel, te látod, hogy ez már nagyon gáz ez a könyv. Megvennéd azt? Valószínűleg nem. Oda mennél, és azt mondod, hogy arra ugyatok, de ezt a könyvet én nagyon szeretném megvenni, de ez nem túl jó. És tudom, hogy az életed, amikor ilyen, és jön az eladó, és azt mondja, persze, mert van tessék, itt van egy új, itt, szép, tiszta, most hoztam hátulról, és olvasogattam. És lehet, hogy mi életünk is egy ideig olyan volt, mint ez a könyv, ami összegyűrt, összetépett, firkált, karcos, poros, megtaposott. De aztán jön Jézus Krisztus, aki azt mondja, hogy figyelj, itt van egy teljes és kezd újra. Mert Isten hatással van az életedre. A manipulált hétköznapok a lehető legrosszabb hétköznapok. Ugye vannak azok a mondások, hogy hétfő, jönnek a szürke hétköznapok. De mi lenne, ha hétfő az egy győztes hétfő lenne az életedben? Amikor nem a Facebook, nem az internet befolyása alatt vagy, nem az edzőterem befolyása alatt vagy, nem a szomszédod befolyása alatt vagy, hanem mondjuk a Biblia befolyása alatt. Rengeteg kihívás szokott lenni a Facebookon, hogy 10 éves kihívás, hogy ilyen voltam 10 évvel ezelőtt, vagy ez a hidegzuhanyos kihívás néhány évvel ezelőtt, meg különböző dolgok. De még nem sűrű találkoztam olyan kihívással, ami így nagyon-nagyon elterjedt volna, hogy olvassuk el egy év alatt a Bibliát, kihívás. Vagy olvassuk minden nap Istennek az igéjét. Nem? Ez valahogy nem nagyon mozgat meg bennünket. Pedig mégis Istennek az igéje az, ami által gyarapodni tudunk. Jakab levele egy hihetetlenül jó és bátorító levél, nem tudom, hogy olvastátok-e már.
Jakabnak az üzeneteiben folyamatosan gyakorlati dolgok vannak benne. Folyamatosan arról beszél, hogy nekünk hogyan lehet megváltozni, mik azok a kihívások, amivel szembe kell néznünk, és hogyha van nálatok Biblia, akkor nyugodtan keresétek el Jakab 1-et, és onnan fogunk olvasni a 12. résztől egy igét, ki is lesz vetítve. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az életnek koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal, mert mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Tehát boldog az az ember, aki a kísértés idején kitart. A manipulált életben bennünket folyamatos kísértések vannak a mi életünkben. Ezek bombáznak bennünket, hogy itt is, ott is eleshetsz. Főleg fiatalként rengeteg olyan dolog van, amiben el tudunk esni. És lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ha most egyszer elbukok, azzal nincsen baj, hiszen Isten kegyelmes, ő megbocsájt, ő szeret. Ez így van, ezt soha ne felejtsétek el, és ezt kérlek benneteket, hogy nagyon vésétek az eszetekbe, hogyha bármikor elestek, vagy elbuktok, onnan föl lehet állni. Viszont ezzel nem jó játszani. Nagyon sokszor fiatalok, idősek is, ezt nagyon jól kihasználják, hogy hát, Isten annyira kegyelmes, annyira szeret engem, hogy amikor a mocsokban vagyok, akkor is szeret engem. Ez így van. De tudjátok, Isten nagyon-nagyon szereti a bűnös embert, hihetetlenül szereti a bűnös embert, viszont gyűlöli a bűnt. És ezt soha ne felejtsétek el, a bűnös embert nagyon szereti Isten, viszont a bűnt azt rüheli, azt gyűlöli. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, hogy szívesen barátkoznátok-e olyan emberrel, aki mondjuk egy hatszoros, elítélt, gyilkos mosett ki a börtönből. Barátkoznátok vele? Ott vannak kemény srácok, hogy barátkoznátok vele, ez tök jó. És tudjátok miért jó, hogy ti így gondolkodtok? Mert Isten és Jézus ugyanezt teszi velünk. Őt nem érdekli az, hogy te milyen bűnt követtél el akkor, ha ezt megvallod előtte. És tudod, ez a kulcsa az egésznek, hogyha te megvallod, és azt mondod, hogy atyám, én vétkeztem, akkor Istennek teljesen mindegy, hogy te hányszor elítélt vagy, mit tettél, akkor azt látja, hogy igen, te most hoztál egy döntést, és én veled akarok lenni. Én veled akarom folytatni az életet. A kísértés elleni küzdelem, az egy folyamatos harc. Folyamatos harc. És tudjátok, nem szeretünk harcolni. Egyáltalán nem szeretünk harcolni. A mai embernek szerintem az egyik legnagyobb problémája az a lustaság, hogy nem szeretjük a kihívásokat az életünkben. Nem szeretjük azt, amiért már egy kicsit küzdeni kell, amiért már egy kicsit harcolni kell, az már nekünk nem jó. De miért nem jó? Mert sokkal könnyebb elbukni, mint azt mondani, hogy fú, atyám, itt vagyok, és küzdök. Atyám, én minden nap veled kezdem, a te igéddel, küzdeni akarok veled. Harcolni akarok veled. Egy harcos nemzedék akarok lenni. Olyan nemzedék akarok lenni, aki olyan alapokat fektet le a következő generáció életében, amire érdemes ráállni. Nem tudom, hogy ti milyen jövőt képzeltek el magatoknak, de ezt most alapozzátok már meg. És lehet azt gondoljátok, hogy most a legfontosabb az érettségi mondjuk, akik azok előtt állnak, vagy az egyetemre való bejutás, vagy lediplomázni. Ezek mind nagyon-nagyon fontos dolgok, de az életben sokkal fontosabb dolog az, hogy milyen döntéseket hozol Jézus Krisztussal együtt. Mert ő a legnagyobb befolyással akar bírni az életedre. És tudjátok, amikor rengeteg dolgot beengedünk az életünkbe, hogy befolyásoljon bennünket, és mégis talán a legnagyobb az, kifelejtsük Jézus Krisztust. Mert az számít, hogy milyen óra van rajtunk, hogy milyen cipővel jelenünk meg, milyen autóból szállunk ki, hogy milyen lakásban hívjuk meg a barátainkat, hogy milyen étteremben eszünk, hogy milyen filmeket nézünk, és sorolhatnám, hogy milyen eszközökkel járunk, mert meg akarjuk mutatni a világnak, hogy mi vagyunk valakik. És ez azért lehetséges, mert folyamatosan manipulálva vagyunk a világ által. És amikor ebbe a csapdába beleesünk, akkor már utána nagyon nehéz onnan kijönni.
És amikor itt azt mondja, hogy a boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját. Tudjátok, nagyon sokszor könnyű megalapodni és azt mondani, hogy hát, ma még elesek, ma még elbukok, ma még érdemes ott lenni lett. De majd egyszer. De ne várj majd egyszerre, hanem mondd azt, hogy atyám, itt vagyok, és ma változnak engem. Te legyél az, aki befolyással vagy az én életemre. Te legyél az, aki megváltoztatod az én életemet. Péntek este van, már lehet arra vágytok, hogy legyen a szállásosztás, tudjátok meg, hogy kikkel lesztek együtt, fönn már finom kávé vár benneteket, vagy forró csoki, nem tudom még mi van fönt. De tudjátok, ez a mai este csak arról szól, hogy érjünk le és legyünk itt időben, és élvezzük a társaságot, akkor valami hiányzik belőle. De hogyha boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, és hogyha ti innen már ma úgy tudtok elmenni, hogyha jön a kísértés, akkor azt mondjátok, hogy nem, én előveszem a Bibliát. Bátorítok a titeket arra, hogy próbáljátok ki azt, hogy amikor jön a kísértés, akkor olvassatok el egy igét. Amikor megint jön a kísértés, olvassatok el még egy igét. Ha nagyon jön a kísértés, akkor tanuljátok meg azt az igét, amit olvastatok. És higgyétek el, hogy egyre kevesebb és kevesebb olyan kísértés lesz az életetekben, amiben el tudtok bukni. A kísértés az folyamatosan jön. Jézus Krisztus, amikor ott volt nála a parázna nő, azt mondta neki, hogy megbocsátottak a te bűneid, menj el és többé ne vétkezz. És tudjátok, nagyon sokan csak addig jutunk el, hogy megbocsátottak az én bűneim, halleluja, tök jó, minden király, de utána már azt a részt, amit mond Jézus ott az asszonynak, hogy menj el és többé ne vétkezz. Ezt már valahogy elfelejtjük. De én titeket arra akarlak most sarkalni, hogy ezt soha ne felejtsétek el, hogy menjünk el, mert megbocsátottak a mi bűneink. Hogyha mi Isten elé visszük ezeket a dolgokat, ha mi találkozunk Jézus Krisztussal, akkor megbocsátnak a mi bűneink. Ezt képzeljétek el, ezt elhiszitek. Ezt lehet, hogy már rengetegszer hallottátok, de képzeljétek el, hogy milyen erő van ebben. Megvan bocsátva a te bűnöd, amit te csináltál. Bármit, amit csináltál, azt Isten megbocsátja neked Jézus Krisztus által. Azért ez egy jó dolog, nem? Szerintem egy fantasztikus dolog. Viszont azt is mondja, hogy többé ne vétkezz. És úgy tudsz ellenállni ezeknek a kísértéseknek, hogyha Isten igéje van benned. És hogyha memorizálod Istennek az igéjét, ha tanulmányozod Istennek az igéjét, ha vágysz arra, hogy házi csoportban legyél, ha vágysz arra, hogy találkozzunk a hétköznapokban, és nem csak úgy, hogy fú, de jó lenne együtt enni mondjuk egy nagyot, mert az olyan jó dolog, és kóstoljuk meg, mondtam, Győrnek a legjobb hamburgerét, és akkor hétről hétre járjuk egy hamburger túrára, és wow, milyen király, és adjunk a hasnak, és az nagyon jó dolog, és utána mentünk futni reggelente, és az fárasztó, az már nem kell. De mi lenne, hogyha mondjuk ezekben a túrákban beletennénk azt, hogy igen, kóstoljunk az összes hamburgert itt a környéken, és közben tanuljunk meg minden nap egy igét. Nem? Ez már lehet, hogy nem annyira vonzó, de higgyétek el, hogy sokkal hatásosabb a ti életetekben. Mert azok a kísértések és azok a kihívások, amikkel nektek szembe kell nézni, hogy Isten azt mondja, hogy itt van, és én megállítom. Mert Istennek az igéje az élő is kapva, és olyan, mint a két élő kard. És megvizsgálja a ti szíveteket. És tudjátok, ma este talán ez a legfontosabb, hogy legyetek tudatában annak, hogy Isten szeret benneteket. Hogy Isten akar benneteket használni. Jézus azt mondta a parázna nőnek, hogy megbocsátottak a te bűneid, menj el és többé ne vétkezz. És tudjátok, Jézus szerintem ma este is ezt akarja nektek mondani. Jézus azt akarja nektek mondani, hogy azok a kísértések, azok a manipulációk, azok a befolyások, amik a világ által vannak az életedben, annak te nemet tudsz mondani, és azt tudod mondani Istennek, hogy atyám, itt vagyok, és változtass meg engem teljesen. A hétvégén még nagyon sok mindenről lesz szó, és lesz arról is szó, hogy hogyan tudunk ezeknek a dolgoknak konkrétan ellenállni. Vasárnap arról lesz szó, hogy Istennek a fegyverzeteit hogyan ölthetjük magunkra. És amit itt mondtam, hogy a kísértés elleni küzdelem egy folyamatos harc, az én hiszem azt, hogy hétfőtől el fog kezdődni a ti életetekben, elkezdődhet a ti életetekben. És nem tudom, mennyire szerettek harcolni, vagy mennyire voltak harcosok, de én hiszem azt, hogy Istennel egy olyan csapatot alkothatunk, alkothattok, ami felrázza Magyarországot.
ami felrázza a ti generációtokat, ami felrázza a ti környéketeket. Amikor Istennek a szent lelke rajtatok keresztül kiárad, és azt tudod mondani, hogy igen, atyám, az én városomban megtért 5 ember az elmúlt 1 hónapban. Azért, mert olyan életet élek, ami neked tetsző. És ezáltal embereket el tudok vezetni Jézus Krisztushoz. És lehet, hogy sokkal szívesebben megyünk el sportolni, moziba, hamburgerezni, mint evangélizálni. Tudjátok, amikor a világ, mert mi is hatással tudunk lenni, az egy óriási dolog. És ti ma hatással lehettek erre a világra. Hatással lehettek azáltal, ahogyan értek. És nem tudom, hogy mennyire szeretnétek hatással lenni erre a világra, és milyen befolyással szeretnétek bírni, de én arra bátorítalak benneteket, hogy legyetek olyan hatással erre a világra, ami a környezeteket felrázza, és Jézus Krisztushoz vezeti ezeket az embereket, akikkel ti kapcsolatban vagytok. Nem tudom, hány embert ismertek, hány ismerősötök van Facebookon, hány követőtök van Instagramon, miket, milyen képeket szoktatok kirakni, de tudjátok, amikor a képeitek is Jézus Krisztusra mutat, az valami szenzációs, az valami zseniális dolog. Nekem van egy ismerősöm, akit követek, és nagyon érdekes, hogy ő soha nem tesz ki olyan képeket, amin ő van rajta. Folyamatosan háttal van ezeken a képeken, folyamatosan mondani csak a lába látszik, a talpa, meg hasonló dolgok, és mindig olyan képeket rak föl, amivel Krisztusra tud mutatni, és valami szenzációs, hogy hogy lehet valaki, amikor lefotóz egy fát, és egyből egy igeverset ír alá. Vagy föl kell, látja a felkelő napot, lefotózza, és már egyből egy ilyen dicsőítő igeverset már fölrak. És annyira jó ezek, amikor végigpörgetem, mindenki rakja ki, hogy fú, esik a hó, napsütés van, szelesedik, és a többi, és ő meg fölrak egy képet, és az Krisztusra mutat. És nem azt mondom, hogy persze mindig ezt kell csinálni, de mennyire más gondolkodása van annak az embernek, akiből ez jön ki. És akkor látják rajta, hogy ő ilyen. Úgyhogy én bátorítalak benneteket, hogy legyetek boldogok, és amikor kísértésben vagytok, akkor ne ijedjetek meg. Mert Jakabnak a legelső verse, ezt olvassam még föl nektek, ez nincs kiírva. De Jakab 1. Arról beszél, hogy mennyire jó a kísértésben benne lenni. Nem tudom, ki az, aki szeret kísértésben benne lenni. Van itt közöttetek olyan valaki? Mégis azt hívja Jakab, hogy teljes örömnek tartsátok testvére, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez. Teljes örömnek tartsátok testvére, amikor különféle kísértésekbe estek. Tehát ne úgy vegyétek majd, amikor hazamentek és jön a kísértés, hogy tehát hétvégén arról volt szó, hogy mennyire király, amikor nincsenek kísértések az életünkben. Mondjátok azt, hogy hú, király, itt egy kísértés. Yes, erre vártam, de erről volt szó a hétvégén. Hát, milyen király, nem? Ha elbuksz, akkor most az eszedbe, de az nem jó. De amikor kiállsz, akkor azt mondom, hogy basztak. Ez a Jakab, ez valami szenzációs dolgot írt le. Teljes örömnek tartsátok. Van egy kísértés, és nem buktam el benne. Van egy befolyás az életemben, ami a világtól jön, és nem buktam el benne. És tudod, és akkor mész, és akkor én valamondan nézek az ember, hogy tök jó, ez tök király. Végre nem buktam el. És amikor ez sokszor megismétlődik, akkor az életed részévé válik ez, hogy teljes örömnek tudod tartani, amikor a kísértésbe esel. Mert tudod azt, hogy a te hitednek a próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedeteket, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Én ezzel szeretném az zárni, hogy ha jönnek a kísértések az életetekben, ha jönnek a befolyások, olyan dolgok, amik nem tetszenek Istennek, és tudod azt, hogy te el tudsz bukni, akkor örülj, kezdj örülni, hiszen van egy kísértés az életedben. És tudod azt, hogy igen, itt most harcolhatsz. Itt most van egy olyan rész az életedben, amin elbukhatsz, de Krisztussal együtt győztes lehetsz. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy gyertek, álljunk föl, fogok imádkozni, a dicsőítőket kérem, hogy gyertek, vezessetek bennünket még énekekre, és
Mi pedig legyünk boldogok, hogyha jönnek a kísértések, és meg tudunk benne állni. Mert ez egy jó dolog. Mennyi édesatyám, én nagyon köszönöm neked azt, hogy te szeretsz bennünket. Isten, én hálás vagyok azért, hogy a te igéd az olyan, mint a két élő kard, és atyám, te a mi szívünket vizsgálod. És köszönöm, hogy te ma este felhívod a figyelmünket arra, hogy a különböző kísértések, a különböző nehézségek, amik bennek napról napra, vagy hétről hétre benne kell lennünk, atyám, ezt mi örömmel is tarthatjuk, hiszen te általad, mi atyám, győztesek lehetünk. És atyám, én azért imádkozom, hogy itt ma valamennyi fiatal győztes életet tudjon élni benned, Istenem. Kérlek téged, hogy formáld az ő szívüket, az ő gondolataikat, Istenem, tedd őket áldottázzal a mai estén, és atyám, legyenek a beszélgetéseik, legyenek a találkozásaik, atyám, legyen a te életed, de legyen atyám az ő életüknek olyan gyümölcse, ami látszik, atyám. Amikor rájuk néznek az emberek, akkor megkívánják azt az életet, hogy igen, én olyan akarok lenni, mint ő. Istenem, kérlek téged így, formálj bennünket, és szólj hozzánk, Istenem. És köszönjük azt, hogy most téged dicsérhetünk, és magasztalhatunk. Amen. Változtass meg szívemet.
Thank you.
Köszönjük szépen, Attila, ezt a ma estét. Engem mindenképpen elgondolkodtatott azon, hogy tényleg mennyi minden más csinálok. Mennyi minden, mennyi házszor nézem meg a Facebookomat, mennyi sorozatot nézek, ahelyett, hogy mondjuk Istennel töltenék egy kis időt. Lehet, hogy ezek apróságok, de ezek az 5-10-15 percek, higgyétek el, rengeteget számít. Szóval szeretnék innen is megköszönni ezt a ma esti tanításodat, és hogy a titeket is elgondolkoztatott, amit Attila mondott, akkor van rá arra lehetőségetek, hogy most elindul a Nescafé, és le tudtok ülni, tudtok beszélgetni, és vigyétek tovább. Ne álljon meg itt, amit Attila mondott, hanem tényleg, hogyha valami elindult bennetek, osszátok meg a barátaitokkal. És kívánom azt, hogy tényleg tartalmas beszélgetéseitek legyenek itt az est folyamán. Ahogy mondtam, elindul a Nescafé, viszont ma nagyon-nagyon szigorúan 3:40-10-kor be fogjuk zárni. Nevessetek meg. De ez azért van, mert ezután lesz a szálláselosztás, és azért szükség van az, hogy mindenki ide le tudjon jönni. Tehát 3:40-10-kor ma bezárjuk a Nescafét. Utána, ahogy mondtam, szálláselosztás lesz. Megkérek minden győrit, hogy terelgessétek le ide a fiatalokat, hogy tényleg minden gördülékenyebben, minden gyorsabban tudjon haladni ez is. És a holnapi nap folyamán reggel 9:30-kor fogunk kezdeni. Aki 9:30-re ért itt, az már elkésett, mert kezdünk. Szóval arra kérlek benneteket, hogy inkább 9:40-kor, hogyha már ide jöttök, akkor még van idő váltani néhány mondatot többiekkel, és akkor 9:30-kor tényleg is nem tudjuk kezdeni. Illetve szeretném még arra felhívni a figyelmeteket, hogy ha minden igaz, páran itt az előtérben hagyták a csomagjukat, én nem tudom, hogy ez kihez tartozik, de az a kérésem, hogy ide hozzátok be, mert itt nagyon biztonságban van, jó? Tehát itt hátul van a babaszoba, ahol le tudjátok tenni a kabátot is, oda tegyék be, mert nagyon biztonságban van. Én a mai estét itt szeretném lezárni, köszönöm azt, hogy ennyien ide érkeztetek, és akkor folytassátok a beszélgetéseket, jó?